Egy rövid, lényegre törő, egyperces videót készítette a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kisfilmben azt üzenik, hogy közös erővel legyőzzük a járványt, és hamarosan újra felkereshetjük Magyarország legszebb tájait. Mutatjuk. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártnál jobban, keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden vigyázzunk egymásra, és sikerülni fog. Több lépésből álló fertőtlenítési eljárást javasol a turistabuszok tisztítására a fuvarozó testület. Ez egy teljes vegyszeres belső takarítást tartalmaz. Továbbá bevezetnének egy olyan különleges eljárást is, ami legalább 10 napig vírusmentessé tenné a buszok belsejét. A turizmus minden szereplője tehát azon dolgozik, hogy minimalizálja a veszteségeket, és ők is azt szeretnék, hogy a lehető leghamarabb újrainduljanak a szolgáltatások. Ajánlunk egy protokollt, éppen azért, hogy ugye felértékelődik majd az egészség, a tisztaság abban a pillanatban, amikor a vírus valahára majd végreér. Ez alapvetően tartalmaz egy mechanikai módszert, amikor ugye a járművön elhelyezi a vállalkozás mind a maszkot, mind a gumikesztyűt, mind a fertőtlenítőszert, illetve az a mechanikai tisztítás is végrehajtódik, amely a légkondicionáló berendezésnek a tisztítását tartalmazza, illetve van egy úgynevezett protokoll, amely egy olyan vegyszerrel történik, amely egyrészt vírusmentesítést, gombamentesítést, fertőtlenítést biztosít, amely természetesen egy olyan szertifikáttal van ellátva, amelyet azok az intézmények garantálnak, amelyek ezt bevizsgálták, tehát az ANTS, illetve az Országos Egészségügyi Központ. Alapvetően ugye a mechanikai védőeszközökről ma már mindenki ugye tudja, és azt fogják kérni majd az utasoktól egymás védelme érdekében, hogy használják, amelyeket elhelyeznek az autóbuszon. A másik módszer, amikor egy úgynevezett porlasztó eljárással, tehát ráfújják a különböző tárgyakra, az üléstől kezdve a fogantyúig, amely egy olyan filmréteget képez, amely 10 napig garantáltan biztosítja azt a fajta vírusmentesítettséget, amelyet garantálnak. Természetesen az autóbusz nem összehasonlítva egy repülőgéppel, ahol egy légmentes dobozba utazunk, itt abban a pillanatban, amikor a járműről leszállnak, mert egy olyan fajta tevékenység következik be, akkor már nem teljesen mértékig biztosított 100%-ban ez a vírusmentesítés, de az garantálható, amikor az utasok először beszállnak az autóbuszba, akkor egy olyan autóbuszba szállnak be, amely teljes mértékig garantáltan a mi ajánlásunkat is figyelembe véve vírusmentesített, fertőtlenített és gombamentesített. Fertőtlenítés ezrészt azokat a területeket érinti, hogy az utasok általában megfordulnak, tehát az ülésektől kezdve a különböző olyan helyekig, mint például a WC, vagy a leszálló-felszálló helyek. Természetesen a külső részében a járműnek a fertőtlenítésére nincs szükség, hisz menet közben nem érintik az utasok ezeket a részeket. És a csomagtér is természetesen fertőtlenítésre kerül, egyrészt akkor, amikor még nincs benne a csomag, majd mi azt is javasoljuk, hogy nem árt, hogyha a csomagokat is, mikor bepakolták, azt is egy ilyen szórófejszerű sprével lehet ezt megoldani, akár a gépkocsi vezetés pillanatokat meg tudja oldani. Ez természetesen nem új megoldás, csak idáig nem került elő ugye a különjárati autóbuszok esetében, ezt a kórházakban, a repülőgépeken és a különböző zárt tereken is használták, tehát ezt most ugye kipróbálták és kipróbáljuk, majd akkor, amikor erre sor kerül, hogy az autóbuszoknál ez a dolog milyen gyorsan hajtható végre, ennek volt egy próbája is, természetesen hozzá kell tenni
azt, hogy ez a protokoll nem kerül többe, mint mondjuk az eddigi tisztító eszközök, amelyeket használtak. Természetesen van még egy nagyon fontos megelőző intézkedés, amikor a szolgáltató azt javasolja és meghatározza, vagy egyeztet a megbízóval, hogy egy olyan ülési protokollt alkalmazzanak, amikor a másfél méteres távolság tartható. Itt ugye alapvetően a járművek kihasználtságának az 50%-ával tud majd egy biztonságos utazást adni, ami természetesen egy költségnövekedéssel is fog járni, de hát azt gondoljuk, hogy ez a biztonság tekintetében nem lehet, és hát nem okozhat gondot, hogy ezt az üléstávolságot tartsák, tehát lesz egy ülésprotokoll is a mi ajánlásunkban. Nincs bevételük ezeknek a vállalkozásoknak, így elég nagy számban kénytelenek voltak megválni a munkavállalóiktól, amely egy jelentős kihívás jelent majd akkor, amikor valamikor elindul újra a különjáti forgalom, hogy azok a gépjármű vezetők, akiket most kénytelenek voltak elbocsájtani, azok hogy tudnak majd visszakerülni erre a piacra. Példának okáért lehet, hogy ők már egész más tevékenységbe kezdenek, és egy újabb kihívás lesz, hogy megtalálják azokat a gépjármű vezetőket, akik egy ilyen szolgáltatásban részt tudnak venni. Nagyon sok járművet a költségtakarékosság okán kivontak a forgalomból ideglenes jelleggel, ugye 6 hónapig és egyszer 6 hónapig meg lehet hosszabbítani ezt az ideglenes kivonást, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben a költség megtakarítása a kötelező biztosításban, a gépjármű adóban tud segíteni a vállalkozásokon, de alapvetően a nagy probléma az az, hogy ha nem bírják ki a vállalkozások addig, ameddig újra elindul a turizmus, akkor nagyon sokan nem tudnak piacra lépni,